Jó napot kívánok, szervusztok! Radocki Dukai Virág vagyok, a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium magyar tanára. Üdvözöllek titeket! A mai órán folytatjuk a népköltészet műfajainak tanulmányozását, mégpedig egy közkedvelt műfajjal és közismert műfajjal, a népmesével. Elsőként három mesekönyvnek, illetve mesegyűjteménynek a borítóját raktam nektek ide a képre. Azért, mert amikor normális esetben az iskolában vagyunk, akkor meg szoktam kérni a diákokat, hogy hozzanak magukkal mesekönyvet. Mert bármilyen furcsa, azért a középiskolások is találnak otthon mesekönyvet a polcon. És akkor olyan mesekönyveket választottam, amelyek természetesen népmeséket tartalmaznak, Illyés Gyula, Benedekelek, illetve Arany László gyűjtésében, feldolgozásában. Azért éppen ezeket, mert ezek a mesegyűjtők nyilván egyikőtök számára sem ismeretlenek. Benedekelek, Illyés Gyula és Arany László nem csak gyűjtötte a népmeséket, hanem át is dolgozták őket. Arany Lászlónak például közismert a Fehér Lófia című meséje, amit talán olvastatok is általános iskolában, és ebből animációs film is készült. Hadd említsem még meg Berze Nagy János nevét, mint mesegyűjtőjét, ő a mesék osztályozásával, tipológiájával is foglalkozott. És úgy döntöttem, hogy megmutatom nektek a 100 magyar népmese című gyűjteményt is, azért, mert ez a magyar népmesék sorozat teljes kiadása, azaz a népmesék alapján készült rajzfilmekből kivonatolják a szöveget, és azt újra mesekönyv formájában közlik. Ez azért lehet érdekes, mert valamikor ugye kitalálta egy mesefa a népnek egy tehetséges tagja ezt a mesét, és ugye szájról szájra terjedt, tovább adódott, akkor aztán valaki begyűjtötte ezt a mesét, nyilván kiadta írásban is, és akkor a Magyar Televízió munkatársai elolvasták, feldolgozták, rajzfilmet készítettek belőle, és most ismét visszakerült a könyvbe, és eszembe jutott, amikor este olvastam a fiamnak, hogy nem mindig van ereje az embernek olvasni, és akkor néha fejből mondja el a gyereknek azt a mesét, amit ő maga már olvasott. Szóval, hogy micsoda érdekes utat jár be a népmese ilyen formán is, de ez arra is bizonyíték, hogy a népmese él, és van létjogosultsága még ebben a sokszor nagyon modernnek gondolt világban is, amelyben mi élünk. És még egy könyvet szeretnék bemutatni, mielőtt rátérünk a népmese szerkezetére és egyéb jellemzőire. Ez pedig Boldizsár Ildikónak a Meseterápia című könyve. Ez azért érdekes, mert hát az a cím egy meseterápia. Micsoda, hogy terápiára is, gyógyításra is használják a meséket? Igen. Hadd idézzek ennek a könyvnek a bevezetőjéből. Az arhaikus kultúrákban a meséknek évszázadokon keresztül óriási jelentőséget tulajdonítottak. A mesék nem hiányozhattak abból a tudásanyagból, amelyet minden ifjúnak át kellett vennie az elődöktől, és a mesemondók is ügyeltek arra, hogy mire életük a végéhez ér, minden rájuk bízott mesét elmondjanak, továbbadjanak. Azt feltételezhetjük, hogy ha az emberiség ilyen nagy becsben tartotta ezeket a történeteket, annak nyilvánvalóan komoly oka lehetett. A komoly ok pedig a mesékbe kódolt komplex tudásanyag volt, az, amit generációról generációra tovább kellett adni. A szórakoztató funkciója mellett valóban az ismeretátadás, információ áramlás egyik eszköze volt, és a történetekben mindmáig megtalálhatóak azok az elemek, amelyek nem csak a mindennapi életben való eligazodást segítették, hanem azt is, hogy az ember szellemi lényként is végig gondolhassa magát. Azaz, azt mondja Boldizsár Ildikó, hogy a mesékbe komplex tudásanyag kódolódott a szórakoztató funkció mellett,
és hogy a mese nem egyébben segít, mint a mindennapi életben való eligazodásban. Hát van ennél fontosabb? Illetve abban, hogy az ember szellemi lényként is végig gondolhassa magát. Hát ez sem mellékes. Egyébként a mesék eredetileg felnőtteknek szóltak. Ezért nagyon fontos tehát, hogy mesét olvasunk a gyereknek is, és hogy mi magunk is tanuljunk ezekből, hiszen segítenek nekünk eligazodni a világban. Talán nem ismeretlen számotokra, az ég ígérő fa, vagy más néven tetejetlen fa, vagy világfa motívuma, amely sok kultúrában megtalálható, így a magyarban is, ősi hitvilágunkból származik, és ugye három részre osztja a világot, a gyökereknél található az alvilág, a törzs résznél a földi szféra, és az ágai pedig az égbe nyúlnak, tehát az égi szférába. És az ágak a nap, illetve a hold szférájába érnek, illetve a csillagok közé érnek, és a korabeli, illetve az ősi elképzelés az az, hogy hét rétegű égbe nyúlnak. Hát innen részben a hetes, mint bűvös szám a mesében, és innen ered a hármas szám is, mint bűvös szám. Biztosan emlékeztek népmesékre, hogy mindig ezeknek a számoknak, tehát ezek a számok, illetve ezeknek a számoknak a többszörösei jelennek meg a népmesében bűvös számként. Illetve hát azt is láthatjuk, hogy világokat összekötő szerepe van a fának. Felhasználja ezt a motívumot számos szerző is a saját művében, tehát a műköltészetben. Én most Vörös Marti Mihályt említeném meg a Csongor és Tünde című mesedrámájával, mert másodikban ez majd házi olvasmány lesz, és fontos szerepe lesz a fa motívumának, mint világokat összekötő elemnek. Jó. Na nézzünk akkor egy kis tipológiát. A történések és a mesehősök jellege szempontjából két műfaj csoportot szokás elkülöníteni, a mítikus mesét és a reális mesét. A mítikus mese, ahogyan a neve is mondja, természetfeletti erővel és képességekkel rendelkező szereplőket vonultat fel. Csodás, varázslatos kalandokon esnek át ezek a hősök. Például a hős mese tartozik ebbe a kategóriába, ahol megjelenik a sárkányölő vitéz, ilyen mese a Fehér Lófia is, a már emlegetett az égigérő fa című mese, vagy az égigérő passzúj, ha így ismeritek. A másik típus pedig a reális mese, ami, ahogyan a neve is mondja, valószerűbb, evilágibb szereplőket vonultat fel. Csodás és fantasztikus elemektől mentesebb történet. Jellegzetes reális mesék, például az asszony és a férj munkájának cseréjéről szóló mesék, biztosan ismertek ilyen tréfás történetet ti magatok is, vagy Csalóka Péterről szóló mese is közismert. Amikor mesét kezdünk mondani, olvasni, hallgatni, akkor mindig találkozunk először a mesekezdő formulával. Azért, mert szükség van arra, hogy most egy kicsit eltávolodjunk a valóságtól, bevezetődjünk a mesevilágába, egy elvont világba, térbe és időbe. Meg szoktam kérdezni ilyenkor a diákokat, hogy milyen mesekezdő formulákat ismernek, és akkor mindig jönnek a válaszok, mert ilyeneket mindenki ismer, hol volt, hol nem volt, egyszer volt, mikor nem volt, elég az, hogy régen volt. Ez például az idő, tehát elvont időbe kalauzol bennünket, elvont térbe kalauzol ez az ismert mesekezdő formula, hogy hét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, az üveghegyeken is túl, élt egyszer egy szegény ember, stb. És olyan is előfordul, hogy ezeket a mesekezdő formulákat még meg is toldják, és arra utalnak, hogy nem a mesei cselekmény játszódott le, hanem a meseszöveget találta a mesemondó egy ilyen képtelenül rendkívüli helyen, kidült-bedült kemencén, az égigérő fa tetején, vagy annak 77. ágán,
van ugyanis egy rinciráncos szoknya, annak volt 77 ránca, a 77-ben volt egy kis könyv, annak a 14. levelén olvastam ezt a kis mesét. Na itt találkoztunk is már a 7-es számmal, illetve annak többszörösével. Jó. És akkor ismerkedjünk meg a mesezáró formulával is, illetve ismeritek is ti már ezt. Csak egy kicsit világítsuk meg, hogy mire is való ez a formula, mert a hős ugye általában átesik mindenféle próbatételeken, kalandokon, és akkor, amikor lezárul a történet, akkor vissza kell térnünk a realitásba. Ezért van szükség a mesezáró formulára, amely gyakran utal a halálra, illetve megkérdőjelezi a történet igazságát. Ismerősen csenghet a következő mesezáró formula. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Székelyföldön ehhez még hozzáteszik, hogy tojáshéjba kerekedtek, a küküllőn leereszkedtek, holnap legyenek a ti vendégeitek. Vagy így volt, mese volt, igaz volt. Vagy talán még ismertebb, aki nem hiszi, járjon a végére, vagy járjon utána. Olyan is előfordul, amikor a mesemondó azt bizonygatja, hogy a világra szóló lakodalmon ő is ott volt, egyenesen onnan jött el azért, hogy a mesét elmondhassa. Útja a mesevilágból a falu hétköznapi világába vezet, néha kap a királytól egy kórélábú, kenderfarkú, viaszderekú és tökfejű lovat, vagy egy tarisznya levest meg egy nagy csontot. Útközben a ló elpusztul, a forró levest az egyik szomszéd fejére önti, a csontot a másik lábához vágja, azóta kopasz az egyik és sánta a másik, és ebből mindenki meggyőződhet, hogy igazat szólott, vagyis tulajdonképpen a mese igazságát kérdőjelezi meg. Ez egy ilyen tréfás mesezárás volt. Nem idegen a népköltészettől a tréfa egyáltalán, és így a mese műfajától se. És a mitikus mesék jellemzőit nézzük át a továbbiakban. Nézzük meg, hogy hogyan alakul ennek a mese típusnak a szerkezete. Mindig van egy kiinduló szituáció, vagyis egy megoldandó probléma, utána pedig jön a vándorlások, próbatételek sorozata, vagyis tulajdonképpen a probléma megoldás maga, amely epizódokból tevődik össze. Gyakran találkozhatunk kitérőkkel, nem úgy, mint a balladákban. A balladáról az elmúlt órán volt szó. A ballada ugye sűrít és szigorúan zárt a szerkezete, nincsenek benne epizódok, nincsenek benne kitérők, a mesében annál inkább. És akkor ugye az utolsó szerkezeti egység pedig maga a megoldás. Hát nem ilyen-e az élet is? Folyton találkozunk egy megoldandó problémával, aztán próbatételeken esünk át, kitérőket is teszünk közben, és hát végül valamilyen formában eljutunk a megoldáshoz is. És akkor már említettem is a következő jellemzőt, hogy többszálú, elelágazó cselekménysor jellemzi a mítikus mesét. Tehát nem elég, hogy megöli a hős a sárkányt, utána még egy griffmadárra is szüksége van ahhoz, hogy az alvilágból a földi világba jusson, például Fehér Ló fia esetében. Jó, az is ismeretes, hogy az elbeszélő és a párbeszédes részek ritmikusan váltakoznak. És a mesélő nagyon gyakran alkalmaz úgynevezett töltelékszavakat, ilyeneket, hogy oszt, aszondja, vagy aszondi más nyelvjárásban, na, hát, stb. Lássuk a mesék jellemző szereplőit. Én néhányat kiválasztottam nektek, olyanokat, amelyeket bizonyára ti is ismertek. Elsőként álljon itt a sárkány, aki mitológiai lény, nálunk gonoszként ismeretes, a keleti népeknél inkább bölcs. És az az érdekes a sárkánnyal kapcsolatban, hogy ha megfigyeltétek, akkor soha nem marcangolja őszét a király kisasszonyt. Mindig csak elrabolja és megőrzi. Kinek őrzi meg? Megőrzi annak a legénynek, aki elég rátermett ahhoz, hogy visszaszerezze a király kisasszonyt. Tehát gonosznak gondoljuk, de igazából magát a király kisasszonyt soha nem bántja, megőrzi a legény számára. Meggyőződésem, hogy az anyós vicceknek, illetve
a házi sárkánynak, tehát magának ennek a kifejezésnek a kialakulása kapcsolatban van ezzel. Jó, a következő szereplő a boszorkány, ami szintén ismeretes számotokra is. Mágikus természeti erők birtoklója, az ördöggel cimborál, gyakran vénasszony alakjában jelenik meg, és képes az átváltozásra. És ártó szándékú. A boszorkány egyik altípusa a vasorró bába. A tündér is gyakran megjelenik a mítikus mesékben, szépséges, jóindulatú lények a tündérek és a hős segítői. Griffmadarat is megemlítettem, már az imént is volt róla szó, az alvilág madara. És az állatokat csak így írtam ide, biztosan fel tudtok sorolni ti magatok is néhány állatot, amelyek előfordulnak a mesékben. Az az érdekes, hogy az állatmesében egyáltalán nem csodálkozunk rajta, hogy az ott szereplő állat megszólal, és tulajdonképpen emberi tulajdonságokkal van felruházva, úgy viselkedik, mint ahogyan az emberek. Azonban, amikor a tündérmesékben találkozunk emberi módon beszélő, cselekvő állatokkal, akkor azt a hős mindig természetfeletti jelenségként értékeli. Ez a jutalma, hogy megszólal a róka, és akkor segíteni fogja a továbbiakban. Visszatérő motívumokat is megjelöltem itt. Ilyen például az, hogy a legkisebb testvér mindig a legügyesebb. Az ész fölénye az erő felett szintén folyton visszatér, illetve a jó győzelme is ilyen visszatérő motívumként fordulhat elő. Meglepődnénk azért, ha a mesében nem a jó győzedelmeskedne, legalábbis a népmesében. Meseműfajokat is feltüntettem itt nektek. Elsőként az állatmesét, az imént beszéltem róla, ahogyan a tündérmeséről és a hősmeséről is. A tündérmeséről még csak annyit, hogy ezeknek a szerkezete gyakran igen bonyolult, számos kitérő van bennük, nehéz követni, ezért tanácsolják gyakran azt, hogy olvassunk a gyerekeknek tündérmesét, mert hát az nagyon fejleszti a szövegértést és a memóriát is. Nagyon oda kell figyelni, ha az ember nyomon akarja követni a történetet. De sokszor ilyen az élet is, nagyon oda kell figyelnünk, ha meg akarjuk fogni a fonalat. Jó, és akkor a legenda meséről majd egy kicsit bővebben beszélek, és meg is hallgatunk egy legenda mesét. A csali mese az olyan mese, amely tulajdonképpen a hallgatóság bosszantására törekszik. Tehát megkérdezi a mesélő, hogy meséljek egy zöld disznót, és akkor válaszol a közönség, hogy igen. És akkor mondja, hogy nem azt kérdeztem, hogy igen vagy nem, hanem hogy meséljek egy zöld disznót, és akkor ez így megy addig, amíg bírja a közönség. Novella mese típusát is feltüntettem itt nektek, ebben kevesebb a csodás elem és a hősei típusok, tehát azért novella mese, mert a novella műfajához is közel áll. A formula mese is érdekes, mert ennek versszerűen zárt a felépítése. Olyan, mint a most már gyermekdalként ismert Én elmentem a vásárba fél pénzzel. Van ennek mesei változata is. Újra és újra visszatér ugyanaz a szöveg, ugyanaz a formula, pici változtatással, hogy mindig más állatot vásárlunk. Jó. És akkor azzal kezdtem az órát, hogy népmesegyűjtőket soroltam fel nektek, olyan népmesegyűjtőket, akik át is dolgozták, a köznyelvhez közelítették a népmeséket. És most itt szeretnék megemlíteni néhány vajdasági mesegyűjtőt, mert ők is megérdemlik, hogy szót ejtsünk róluk. Penavin Olgát, Búrány Bélát és Jung Károlyt is szeretném itt megemlíteni. Jung Károly talán inkább néprajzkutatóként, költőként is ismeretes, de a népmesékhez is köze van. És Raffai Judit nevét is hadd említsem meg, aki a mesemondás hagyományát is kutatja, tehát a mesemondás mikéntjét, az előadói stílust ezzel is foglalkozik. És ide másoltam egy részletet Penavin Olga gyűjteményéből, a Jugoszláviai Magyar Népmesék című gyűjteményből, azért, mert
ez egy a nyelvjárási jellegzetességeket is feltüntető közlés. Tehát nem olyan, amilyet általában a mesekönyvekben olvasunk, például a Benedekelek mesekönyvekben, mert ugye azok tehát a köznyelvi nyelvhasználathoz idomított mesék. Itt viszont feltünteti a gyűjtő a nyelvjárási jellegzetességeket. Ez egy szajáni népmese, és egyébként képzeljétek el, hogy a Fehér Ló fiának az egyik változata, az egyik variánsa. Volt már erről szó az egyik előző órán, hogy ez mit is jelent. Az a címe, hogy Tehén fiú, szép vitéz Jankó. És akkor nézzétek meg, hogy jelöl itt a kiejtést. Hun volt, hun nem volt, volt a világon egy tehén, annak ott egy fia, hét esztendeig már szoptatta, akkor azt a fia aszonta. Na édesanyám, most már érnék, itt hagyom. Avval azt elmönt, mönt, möndögélt, stb. Stb. Tehát ez a gyűjtemény jelöli a nyelvjárási kiejtést. Jó, itt láthatjátok ezt a gyűjteményt, amelyből közöltem egy részletet. És hát hadd említsem meg Búrány Bélának a Mély piros a gólya csőre című erotikus és obszcén népmesék gyűjteményét. Mindig akad olyan az osztályokban, aki ezt ismeri. Ez is a népmesék sajátja. És Szent Péter atyafisága című gyűjteményt tettem még ide, ami Jung Károly nevéhez fűződik, mármint a gyűjtés és rendszerezés. Ebben a kötetben legendamesék is találhatók, és Cérna Miklós oromhegyesi mesemondó, a népművészet mestere előadásában hallgatunk majd meg egy legendamesét. Azért választottam éppen ezt a legenda mesét Miklós bácsi előadásában, mert láthatjátok, hogy ott van ezen a CD-n egy 18-as karika, vagyis azt jelenti, hogy nagykorúaknak ajánlott ez a gyűjtemény, ami egyébként Dalasára és Raffai Judit nevéhez fűződik, mármint a gyűjtés maga. Mert Miklós bácsi meséiben azért igencsak előfordulnak obszcén kifejezések. Ezeket nem biztos, hogy a magyar tanár éppen beszeretné vinni az órájára. Ezt az egy mesét találtam, amiben nem mond semmi csúnyát, és ami talán kamera elé is való, de szerintem azért csodálatos egyrészt, mert ez az ember egy csodálatos mesélő, másrészt pedig azért, mert nézzétek csak meg, hogy milyen a legenda mese. Olyan szentekről, általában Krisztus úrunkról és Szent Péterről szóló történet, amelyet az egyház a szentek legendáival ellentétben hivatalosan nem fogadott el, nem kanonizált. Az ilyen mesékben Krisztus, Szent Péter, Szent Mihály, angyalok, ördögök és földi emberek szerepelnek. Többségük tréfás mese, amelyben a humor általában Szent Péter cselekedeteiből adódik. Tehát ebben a legenda mesében mindig szerepel Krisztus és valamelyik tanítványa, itt most Szent Péter fog szerepelni, és Miklós bácsi a maga biztos értékrendjével, tisztelettudásával nagyon jól érzékeli, hogy itt most előfordul a mesében Jézus Krisztus, vagyis nincs helye obszcén kifejezésnek a mesében, és ezt így is teszi. És ez szerintem azért tiszteletreméltó, mert egy olyan biztos értékrend van ennek a mélyén, amit a mai ember már csak ritkán tapasztal meg. Hallgassátok akkor most meg ezt a mesét, fogadjátok szeretettel Cérna Miklós bácsitól, oromhegyesi mesemondótól, aki sajnos már nincs köztünk, és akkor ezzel zárom a mai órát. Hát az Jézus Krisztus, mikor megszületett, aztán ugye növekedett, aztán ugye 30 éves korában elkezdett tanítani a népet. Tanítványaik szaporodtak hozzájuk. Az egyik faluba ment a másik faluba. Hát homok sivatag van ottan palesztinai része, egy Betlehem, nem jártam arra, csak ahogy hallottam. Hittanon tanultuk. Hát azt
mennek. Egyszer azt mondja, Szent Péter, az volt a választott apostola Jézusnak. Atyám, én már éhes vagyok. Hát nincs mit önnünk majd. Faluba odaérünk, majd valakit kérünk valamennyit. Ahon van egy dratmai a homokba vött fő Péter. Ó, uram, ezért nem érdemes lehajulni. Elment a Péter tovább. Az Úr Jézus lehajult, fővötte, az akó zsebibe gyugta a dratmát. Odaérnek a faluba, nem kaptak jönni. Az Úr Jézus Krisztus vett azon a dratmán fügét. Beletette az akója zsebibe, az ballaktak tovább a homokos hivatagba. Azt úgy csinálta Jézus, ő ment előre, Péter ment utána, azt mindig lepottyant a zsebibű, egy füge. Literre mérték a fügét, lepottyant. Péter fővette, megfújta, megötte. Odaérnek egy másik faluba, hát elfogyott a Péter, főszögetette a fügét. Na, ott árultak halat, meg árpa kinyeret, hát vettek, azt szétosztották, megették. Péternek nem kellett. Azt mondja, hát Péter, te olyan éhös voltál, most meg nem eszi. Uram, azt mondja, hogy mentünk a sivatagba, hullott a zsebedből a füge, azt én mindig azt összeszedtem, azt megöttem, azt elvertem az éhemet. Látod, Péter? Te azért, én ezért dratmájéz, az egy dratmájé vettem a fügét, hányszor lehajultál, érte? Te még nem hajultál le azért az egy dratmájé. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett nektek Miklós bácsi meséje. Olvassatok mesét!